Most pedig nézzük már a szögletet. Végbence csúsztat. Gyánó. Kapu mellé esett a labda, ez helyzet. Canik. Molnár. Kiugratás jónak tűnik. Laki föl, kapu fölélő. Vég. Kis Márton lövő helyzet. Kapu fölé. Vitrédi. Kiüti Somodi. Vitrédi. Kiosztott egy kötényt Molnárnak. Molnár reklamál. Vitrédi. Kapufa. Fodorba. Ez helyzet volt szintén. Tot. Ez most jó eljutott Rácig, Rácz mehet befele. Felleg kifelé, Rácz most ezzel indulhat. Nagyszerű labda Vitrédinek. Vitrédi kardossal szemben, egy csellel lehet lőni. Nem volt veszélytelen ez sem. De valójában a helyesítélet mindkét esetben a sárga lap lett volna a Rácz. Rácz lőni fog lassan. Szöglet. Mindkettő pontrugás után Vitrédi. Kapja Gyánó. 11-es. Nincs előnyszabály 11-esnél. Gyánó kiharcolta a büntetőt. Gyirmontiak fogják a fejüket. Vitrédi nem kifut a labdának. Lő gól! 1-0 Kozár Mislánynek. Megérdemelt vezetés. Az 51. perc eseménye mindez, amikor Vitrédi büntetőjével vezet a Kozár Mislány. És oda szegezzük a gyirmotot saját kapuja elé. Vitrédi. Jó a labda Kis Mártonnak. Mellé! Óriási lehetőség volt, gyönyörű játék. Kis Márton. Gyánó, Vitrédi. Vitrédi megtolja, Vitrédi lő. Somodi. Berde, fölé. Tóth. Kapja tőle Rácz. Rácz, ott marad a labda előtte. Rácz megindul vele. Koller! 11-es! Ha jól látom, Gyánó lesz a büntetés végrehajtó, így van. Gyánó kiharcolt egy büntetőt, most felteheti az írja a pontot. Gyánó most fut a labdának. Gól! 2-0! Gyánó Szabolcs első Kozár Mislányi góljával 2-0-ra vezet a Kozár Mislány. Kardos, Varga. És Páncél Krisztián lefújja a találkozót. Jár a Tapsa csapatnak az ünneplés. Gratulálunk, srácok!